eszközökre vonatkozó erős-3 szabályzat előírja a megfelelő dokumentáció üzembehelyezés előtt. Na most, ha valaki egy ilyen eszközt épít be oda, fönn és azt használni is akarja, hát akkor szükség van a megfelelő ellenállás mérésnek méggerrel, máskülönben egy nagyon hasznos dolog fog hiányozni a házból, ugye? Knutson darabjában a Mesteremberekben egy értelmiségi művészházas pár nyugodt, szép otthonra vágyik, helyesebben Alice a feleség vágyik erre, míg Manfred a zenész férj csendes beletörődéssel viseli a megpróbáltatásokat. Ám az építkezés befejezésének határideje mindig módosul. Elromlik valami, vagy talál valaki egy újabb hibát, más problémák sosem oldódnak meg. Viszont újra és újra fizetni kell. A ház az az életnek, az egész életünknek a szimbóluma, az egész életházunknak a szimbóluma, és gyakorlatilag hányszor kerülünk naponta olyan helyzetekbe, amikor madárnak néznek bennünket, és hány emberrel esnek meg hasonló dolgok. Tehát azt gondolom, hogy a nézőknek ez az aha élmény, amikor együtt tudnak velünk jönni ezzel a történettel, időnként egy kiszakadó nevetést hoz, mert mindannyian átéltük ezeket a dolgokat, vagy átéljük naponta. Nem bírom tovább! Lesz kész! A színészek nem építenek bonyolult karaktereket, és nem ábrázolnak pszichológiai folyamatokat. A tipizált alakokat, sablonokat egyénekre bontják. Glenn szerepében Szabó Miklós Bence előbb Simlisnek, majd Simlis Kontárnak, később pedig egészen pofátlan csalónak mutatja be a munkavezetőt. Amikor mi rátaláltunk erre a darabra, akkor tudtuk, hogy ez egy ilyen tuti biztos, úgymond ilyen siker lehet, hiszen hát felújítással, meg Mesteremberekkel az, ami neki találkozott itt Magyarországon. És hát be is igazolódott ez a feltevésünk, mert hogy így is lett, és mindeközben pedig a társulat különböző tagjainál, különböző helyeken, fürdőszobában, itt-ott-amott, mindenhol zajlottak felújítások, úgyhogy mindenkinek volt közben saját élményanyaga is ezekkel kapcsolatban, amiből ugye plusz ikletet lehetett ehhez az egészhez meríteni. A produkció humorának elsődleges forrása az eseményekre reflektáló színészi gesztus, a mimika és a hanghordozás. Az előadás nem lép ki ön medréből, többet jelent önmagánál, majd ráébreszt. Nem arról szól, hogyan lesz az igézőben egy bohózatból valami más, sokkal inkább arról, milyen frenetikus élmény, ha a Szabadszínház színészei bohózatot játszanak.